köszönetünket, hálánkat a Líceum dolgozóinak, jótevőinknek, fenntartóinknak, segítőiknek. Az indítás az volt, hogy a reformátusok elindították már az ő líceumukat, és akkor néhány barátom itt Munkácson beszélt arról, hogy jó volna nekünk katolikusoknak is egy ilyen intézményt elindítani. Én ugye tanítottam már 7-8 évet a Szent Endre Ferences Gimnáziumban, tudtam nagyon jól, hogy ez mennyi gonddal és munkával jár, ha belegondolunk abba, hogy épületünk se volt, pénzünk se volt, semmi, és mégis belekezdtünk úgy, hogy a 20 év előtt 2 évig a magyar iskolában indult el, mint egy magzati életet élt ez az iskola, a magyar iskola igazgatójának jóvoltából egy külön osztály, ahová a mi katolikus gyerekeink az egész egyházmegyéből összejöttek. Ez alatt az idő alatt sikerült a jó polgármester ajándéka képpen megvásárolni egy intézményt, egy ingatlant, ami szintén iskola volt korábban, de már sok éve úgy állt, az sikerült fél év alatt helyrehozni, és rá 2 évre aztán ott elindítani a líceumunkat. 20 év, 314 kibocsátott diák, magas továbbtanulási arány. 20 év egy jelentős időszak, már számadást tudunk tenni, hogy mit is tettünk 20 év alatt. Látjuk azt, mi volt a hiba, mi volt a jó, mit kell tovább tennünk, tehát már kialakítottuk az arculatunkat, hogy mi legyen. Én azt mondom, hogy hát nem volt hiába ennek a 20 évnek a pergése, forgása. Nagyon sok minden történt intézményünkben, de mindezért hálát adunk az Úristennek és a sok segítőnek. Az utóbbi időben egyre inkább érdeklődnek a liceum iránt. Mondjuk egy távoli helyekről nehéz a gyerekeknek a beutazás, az itt maradás. Különösen a kicsik, a 8. osztályosokat nehezen hozza ide a szülő, mert még 12-13 éves gyereknek nehéz. Voltak olyan éveink, amikor 5-6 gyerek volt a 8. osztályban, most hála Istennek ez megtört, 16 gyerekünk van, és azt mondom, nem kell félni a gyerekeket idehozni, mert mi is a Jóisten nagyon vigyázunk rájuk, és minél korábban kezdik meg az itt tanulást, jobban fel tudnak készülni, és még emberibb emberek lesznek. Nehézségek abból adódnak, hogy vannak olyan diákjaink, akiknek nem tudunk elegendő támogatást nyújtani, mikor rászorulók. Próbálkozunk, van is lehetőség, Szent István Egylet, tőkés alap, más egyik magánszemélyek, hát ez, ahogy mondják, egy csepp a tengerbe, és azt veszük észre, hogy egyre nehezebb a helyzet a családokon belül, és ugye próbáljuk a gyerekeknek helyettesíteni a papát vagy a mamát, ha éppen azok külföldön dolgoznak. Hát kisebb-nagyobb sikerrel, de a kollégiumban a gyerekek nagyon szeretnek lenni, nagyon jó nevelőink vannak, és azt mondom, minden iskolának ilyen tantestületet kívánok, akik ennyire felvállalják a gyerekeknek a sorsát, és ennyire értük vagyunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Az intézmény fennállásának 20. évfordulója alkalmából Szent István Imre hercegnek címzett intelmeiből vett részlettel köszöntöm az iskola közösségét, lelki és világi vezetőit, testületét és diákságát, valamint minden tisztelt résztvevőt.